Szikszai Róbert egészen az elmúlt hét közepéig nyugodtan készült az Európa bajnokságra, mivel egy nemzetből hárman indulhatnak, és Magyarországon hárman dobták túl a 63 méteres nevezési szintet. Akkor azonban Savanyú Péter egy szexszárdi házi versenyen 64 15 repítette a szert, és ezzel Szikszai elé került. Mivel a nyíregyházi versenyző idén minden alkalommal felülmúlt a riválisát, a szövetség szakmai igazgatója szétdobást rendelt el kettőjük között. A szombathelyi 23-as bajnokság távolságon 60 méter 48 cm dobott, ellenfele viszont csak 58-82-ig jutott, így az NSC atlétája utazhat az ebére. Nem feliképpen volt nyomás, hogy ez meg kellett vennem a sohanyú hogy mehessek. Úgy, úgy gondoltam, hogy ebben az évben 60 méter fölött dobok stabilan, ezt az egy dobását átállta, valószínűleg uh, ideálisak voltak a körülmények, és sikerült nyernem. Az Európa bajnokságig már a frissítésé lesz a főszerep. Kerekes László szerint tanítványa egy egyéni csúcssal akár a döntőbe is bekerülhet. Nagyon jó állapotban van. Bízom abban, hogy egy, egy, egy egyéni csúcs közeli teljesítményt fog nyújtani, és egy a 12-be szeretném, hogy ott bekerülne. Az Európa Bajnokság július 6-án kezdődik Amsterdamban, a férfi diszkoszvetés elejtezőjét 7-én, a döntőjét pedig 9-én rendezik a holland városban.